szállnak, hogy átmenjenek a tenger túlsó partján a Kapernaumba. Sötét volt már, és még nem ment oda hozzájuk Jézus. A tenger pedig háborgott, mert nagy szél fújt. Közben eljutottak mintegy 25 vagy 30 futamnyira, amikor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz. Megrémültek, de ő így szólt hozzájuk, én vagyok, ne féljetek. Fel akarták menni a hajóra, de a hajó egyszerűen odaért a partra, ahová tartottak. Ennyi az alapige, de biztosan mindenki sejti, hogy az előzőleg fölolvasott az 5000 ember megvendégelése, és ez a történet, ezek összekötődnek, összekapcsolódnak. Ez így lesz egyébként a magyarázatban is, tehát ezt a kettőt mindenképpen egyben kell látni. Ahogy mondtam, hogy a János evangélium a 6. fejezetét olvassuk már napok óta, ma is egyébként a napi igénk ugyanígy a János 6-ból való. Ezt a két történetet viszont nagyon fontosnak éreztem, hogy egyben hallják a testvérek. Az első részét, ezt az 5000 megvendégelését nagyon jól ismerjük, ezt a másodikat, ami folytatása, azt kevésbé. Mi az, amit tapasztaltunk János evangélistánál? Hát ha folyamatosan olvassuk a bibliaolvasó vezérfonál szerint, akkor azt érzékeljük, hogy János valahogy más. A Máté, Márk, Lukács, ez a három evangélista, az evangélium azt jelenti, hogy örvendetes örömüzenet Jézusról. Az az öröm, ami Jézusban beteljesedett, ennek a közzététele, leírása Máténál, Márknál, Lukácsnál valahogy másabb, mint Jánosnál. Valahogy úgy van ez, mint amikor a szemtanúk, ahogyan nézik a történést, egy balesetet. És megkérdezik tőlük, hogy mi történt. És lehet, hogy valaki azt fogja mondani, hogy hát jött egy kék autó, ez egy Honda volt, és szemben a forgalommal nem volt fölkapcsolva a tompítót, STB. A másik pedig nem tudja, hogy az Honda volt. De abban sem biztos, hogy kék színű volt. De arra emlékszik, hogy sütött a nap. Értitek? Ugyanaz, de mégsem ugyanaz. A szemtanúk ugyanis a maguk szíve, a maguk gondolkodása, maguk ismerete alapján próbálnak elmesélni valamit. Jánosról azt kell tudni, hogy ő szemtanú volt, apostol. Viszont János, ahogyan alexandriai Kelemen, egy 200 évvel Krisztus után élt, csodálatos egyházatja mondja, idézem, János miután érzékelte, hogy Jézus élettörténete már megiratott, ugye a három evangéliumról beszélek, ő a Szentlélektől betöltve lelki-szellemi evangéliumot írt. Mert Jánosról tudni kell, hogy egy lelki ember, egy pszichikusan érzékeny ember. Ő a lelki szellemi dolgokra fogékonyságával élte meg mindazt, amit Jézussal, ahogy majd látjuk, együttesen átéltek. Tehát amikor kezébe veszi a jelenlévő közül, vagy a bennünket figyelő közül bárki a Bibliát, ezt jegyezze meg. János, az evangélista, az apostol, a tanítvány. Egy lelkileg, szellemileg, pszichikusan érzékeny ember, egy ilyen lelkületű ember, ezért mindig azt írja le, azt fogalmazza meg, ami az ő lelkiségéhez kötődik. Ezért van tele Jézus beszédével. Tehát a János evangéliumában irgalmatlanul sokat hallunk arról, hogy Jézus beszédeket mond, tanít. Nem a csoda lényeg nála alig van benne, hanem az, ahogyan elmeséli ennek az értelmét, lelki hasznát. Ezért van, hogy ezt a két történetet így egybeírja. Mert történik valami az 5000 vendégelésével. Az történik, hogy csodát tesz Jézus. 5000 csak a férfiaknak a száma. Hány gyerek, hány lány, hány fiú, hány anyuka, hány nagymama lehetett. Nagyon sok ember. És néhány kenyérkéből, néhány halacskából 5000-nek ad, még annál is többnek. És ennek megvan a haszna,
megvan a hozadéka, mert Jézust királlyá akarják tenni.